rendezvényhez. Szombathely polgármestereként egy olyan város polgármestere vagyok, aki a szélsőségeket én sem és Szombathely városa sem szereti. Ezért kötelességemnek éreztem, hogy itt ezen a rendezvényen megjelenjek. Azért, mert nagy tapintatlanság, sőt mi több, a tapintatlanság szerint mellett mindenképpen egy politikai hiba, egy szélsőséges kijelentések után eljönni Szombathelyre, és itt bármiről beszélni annak a képviselőtársamnak, aki a parlamentben ilyeneket mondott. Listázni nem szabad. Szombathelyről 1944. júliusában elvitték a zsidóság jelentős részét. A zsidóság jelentős részét, aki nagyon értékes alkotó eleme volt ennek a városnak. Itt különösen nagyon érzékenyek az emberek arra, hogyha másik embertársaink ellen szélsőségesen megnyilvánulnak az emberek. Hát ez ellen tiltakoztunk most. Mit kíván a városvezetés tenni az antiszemitizmus háttérbe szorulásának érdekében? Bocsánat, mit kíván a városvezetés tenni az antiszemitizmus háttérbe szorulásának érdekében Szombathelyen? Én úgy gondolom, Szombathelyen nincsen antiszemitizmus, de mindenképpen a szélsőségeket kirekesztjük, és a szélsőségekkel nem vagyunk hajlandók tárgyalni sem, és kirekesztjük őket. Polgármester úr, hogyan érezte magát a rendezvényen? Köszönöm szépen, hideg volt. Az viszont jól esett, hogy a jó cél érdekében mindenki összefog. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.